Itt vagyunk a TC Hypermarket parkolójában, pont ez a neve. Reggel 8 óra 51 perc van, és ha minden igaz, 10 perc múlva elindulunk, addig pedig Levente éppen mögöttem kiosztja a rádiókat. Tegnap az aszfaltos csapattal elmentünk vacsorázni, ettünk csavapot, söröztünk is egy kicsit, aztán senkit nem kellett altatni. Az offroadosok pedig úgy hallottuk, hogy valamikor éjfél körül érkeztek meg, ami nem csoda, mert állítólag tök jó terepen voltak, csak kicsit erős volt, de most már mindenki kipihente magát, a rádiókat feltöltöttük, és a hűtőket dopakoltuk, itt volt lehetőség vásárolni mindenkinek, egyébként ez itt a Hypermarket mögöttem. Itt pedig a srácok készülnek, volt aki lemosta a kocsiját, volt aki nem, a lényeg az, hogy készen állunk, ez a második nap. Cipőink, a napi cuccaink. Ez előrehajtható, ha a hátsó ülést lehajtjuk, és akkor ott alszunk. Van elősátor. Igen, itt van egy ilyen kis elősátor. Ez a legfontosabb felszerelésünk, ez a mobil WC. Igen. Hűtő. Minden eltér, de 3 napig önellátók vagyunk, addig tud menni az a komoly. Itt van a kopi dolgaink. Most arra megtanultuk, hogy mindent ugyanoda kell visszarakni, és akkor... Akkor nincs gond. Ott van még egy WC. Nem. Az a csap? Hát igen, van egy csap, hozzá fel lehet szerelni, most nincs felszerelve, de kis mosogató. Mi volt tegnap a Dacia-val? Az nagyon nyomta. Ment előttünk. Mondanám, hogy utolértük, de nem, mert elénk kanyarodott ki. És én mondtam, hogy nem én diktálom a tempót, amúgy mondtam a rádióval többieknek, hanem egy Dacia Logan. És ölte, aztán egyszer csak megállt az emelkedő, és ilyen minden nyelven elmeséltük, hogy hova megyünk. És mondta, hogy ez tök jó, meg jó úton vagyunk, meg üdvözöl, meg tetszett a kocsi, meg minden neki. Majd megpróbált elindulni, az úgy már első kerékkel nehezebb volt a köveken. Csak dobált egy helyben a köveket, de megoldotta. De komoly tempót ment. Mondtam a fiúknak, hogy mi elhisszük magunkról, ő meg egy Dacia-val ugyanezt megcsinálja. A srácok jól bírják offroadon? Igen, gyorsan megyünk amúgy, egész jól tudunk haladni. Egy váratlan műszaki hibával szembesültünk, ugyanis a Q7-ből elment a power, de Móni, aki egyedül vezeti és készül a Bamako-ra, megoldott egy újraindítással, úgyhogy egyelőre reméljük, hogy minden rendben lesz. Mi pedig haladunk Mostár városa felé, amúgy pedig, ami érdekes, ott maga az öreg híd, amit Stari Mostnak hívnak. Erről, hogyha valaki rákeresett Mostára, akkor azonnal látni fog képeket. Most a tervünk az, hogy megállunk egy parkolóban, besétálunk a városba, hogyha addig elnyúlik az egész, akkor ebédelünk, aztán pedig szétválunk az offroadosokkal, és mi az onroados csapattal elindulunk délnek a Durmitor irányába, ahol majd az éjszakát töltjük majd. Az a helyzet, hogy már a 750. kilométerben vagyunk, és nem nagyon láttunk ágyút Boszniában. Olyanok az utak, bárhol, a világ háta mögött, hogy szerelmesek vagyunk az aszfaltba. Magyarországon egy összefüggő méter ilyen minőségű út nincs sehol.
elhagytuk a festői Mostar városát, és éppen nagy előkkel haladunk Montenegró felé. Most túl vagyunk egy fél órás kaptatón, ahol hát volt, akinek sajnos elmelegedett az autó, illetve melegedésnek indult, de aztán visszaváltott, és akkor megoldódott a probléma, ezt már otthon meg kell nézni még a Bamako előtt. A lényeg az, hogy Vlatkovicsénél fogunk átkelni a határon, ez egy nagyon apró határátkelő, nincsenek hozzászokva ekkora hirtelen tömeg érkezéséhez, úgyhogy türelemmel kell majd lennünk, de remélhetőleg nem lesznek majd sokan előttünk, ez nagyon kevés térképen van rajta, nem egy főútvonal határátkelő. És belépünk Montenegróba, ami fekete hegyet jelent, ez egy apró balkáni ország az Adriai tenger partján, a volt Jugoszlávia része, Albániával, Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával és Horvátországgal határos. Mindössze 13.812 négyzetkilométer a területe, tehát nagyon sokkal kisebb, mint Magyarország, és 626 000 lakják. A hivatalos nyelv az a szerb, a horvát és a bosnyák egy keveréke, amit montenegróinak hívnak, és többet használják a latin betűket, mint a cirilt. Ez azért előny lesz abból a szempontból, hogy legalább a betűket látjuk, ha már nem értjük, hogy mit írnak. Érdekes módon Montenegróban a hivatalos fizetőeszköz az euró, annak ellenére, hogy nem teljesítette a szigorú pénzügyi elvárásokat az EU-tól. Magyar állampolgároknak pedig nem kell vízum Montenegróba, elég egy személyi bemutatása, és elméletileg beengednek, de ezt majd meglátjuk. Hát átjöttünk Montenegróba, és hirtelen az utak egy sáv szélesek, másfél sáv szélesek lettek. Semmilyen felfestés nincs, kanyarok vannak, szerpentin, és igazából tempót kéne most autóznunk, mert hogy versenyt futunk az offroadosokkal, és aki előbb beér a tábor helyekre, ő választhatja ki, hogy az egyes vagy a kettes táborban éjszakázzunk. De hogy nekünk sincs könnyű dolgunk aszfalton, mert nem merünk gyorsan bevágódni egy kanyarba se, ugyanis a helyiek, ők itt százal tépnek felfelé, valahol kirakják a kanyartáblát is, de hát nincs 100 méter összefüggő egyenes. És már egy kicsit mind a ketten nehezen bírjuk, de sajnos a verseny az ilyen. Még 180 km hátra. Hát ezek a megérkezés pillanatai. Az első montenegrói táborba gyűlnek az autók, itt a Merci, ott a transporter, ott egy moci, Levente most durog a háttérben, és ezt nézzétek. Most az fog történni, hogy meginterjúvolom a résztvevőket, hogy mégis hogy érzik magukat. Motoros szekció. Ah, tesó, házat építesz? Hát így gondoltam, adjuk meg a módját. Ez mi lesz? Jó, ez csak egy alj, meg egy sátor. Ja? Ennyi. Hogy tetszik a táborhely? Elég zsivány. Motorral jó volt? Offroadon jöttél. És? Kemény volt? Kemény volt. Az elején nagyon nem éreztem ezeket a nagy köveket, és aztán elfőtt a hátsó fékem, de aztán Levinek volt egy tökély ötlete, azt mondta, hogy akkor ne használjam, hanem inkább a gázt húzzam. Úgyhogy akkor így tettem, és a vége az már nagyon jó volt. Ilyen látványt, amit elénk tárul, ezt nem gondoltam volna. Épp a Levivel beszélek, kérdezi, hogy miért nem megyek veletek tovább arra két napra még, és most ezen filózok, hogy én akkor meghosszabbítom, mert ritkán lehet ennyire szépet látni. Te ugye az onroadba jelentkeztél, én az jelentkeztem, csak közben átváltasz. Levi kérdezte, hogy mi nem tartok velük, aztán kipróbáltam, aztán rabul ejtett. Akkor tetszik. Nem, el nem tudom. Az út közben sokszor gondolkoztam, hogy ez életem legjobb túrája. Ahogy, hát mondjuk egy csapatták, én nem bírtam annyira menni, de amit átéltem,
gyönyörű, meg a legjobb élmény. Ja. Köszi nektek, srácok! Köszönjük! Jó. Hatalmas gasztronómiai főzésekben vagyunk. Ez itt a krumpli püré. Valakiné... De várj, belemászott egy bogár. Rátotta az ágyalú. Nem biztos, hogy ez. Ott meg a tortilla készül. Fogod? Nem törik valami? Jó, ennyi elég lesz. Ez akkor a... Sajtszósz. Ez finom egyébként. Igen, igen. Kicsit olyan merev. Jó lett. Kíváncsi lennék, hogy ez gépi majonéz, vagy házi. Teljesen házi. Gyanús. A figyelj színe alapján szerintem teljesen házi lehet. Hát az. Gondoltad volna? Ami szép, az szép. Amikor láttad az acskót? Azt kérdezem, hogyha valahol ilyet adnának, kifizetnéd? Nem. Attól hát mivel előtte kell kifizetni. Nem, a pincér hozza. Kifizetnéd? Vagy visszaküldenéd? Hát most attól függ, hogy néz ki az étterem, meg mit az elvárás. Nagyon már finom vagy nem? Hát meg lehet enni.